Jó estét kívánok, köszönöm, hogy velünk tartanak. Nézzük meg, hogy a következő 3-4 órában miről lesz szó. Minden marad a régiben úgy, ahogy azt a választók április 6-án eldöntötték. Rogán Antalt nem nagyon hozta lázba, hogy hétvégén kikaptak. A parlamentben annyit mondott erre, hogy Újpest az önöké, a kétharmad a miénk. Újpesten ugyanis egy nyugalmazott határőr, KGB-s tanfolyammal a háta mögött, a baloldali pártok anyagi segítségét nélkülözve, a DK, az Együtt és a PM elhatárolódásával 50-30 arányban verte meg fideszes ellenfelét az időközi választáson. Nem csoda, hogy mindenki inkább menekült a helyzettől. A baloldalon ugyanis elszoktak már az ilyen sikerektől. 14 év után tudott újra időközi választást nyerni az MSZP. A Fidesz mindeközben napról napra produkál újabb és újabb gyanús ügyleteket. Úgy tűnik, hogy miközben a Magyar Tudományos Akadémia adatai szerint egyre nagyobb réteg esik a legmélyebb szegénységbe, és már 42%-os a gyerekszegénység, addig van még polgár Magyarországon, akinek új-zélandi rockkoncert vagy éppen szálloda tulajdonosság jut. A probléma csak azzal van, hogy ezek a polgárok vagy politikusok, vagy nagyon közel állnak a kormányzathoz. A középosztály sem lehet elégedett. Éppen most veszi el a kormányzat a megmaradt nyugdíjpénztári megtakarításokat. Egyesek szerint az újabb és újabb tüntetések motorja éppen ez. Ma már nagyon nehéz találni olyan államtól független társadalmi csoportot, melynek tagjai elégedettek lennének a kormányzat teljesítményével. Kérdés, hogy ezek az erők összeérnek-e? Vagy a kormányzat lesz képes leszerelni az elégedetlen hangokat? Ehhez azonban hitelesség kell. A hitelességhez pedig az adott szó becsülete. Amikor azonban azt lehet hallani a különböző élelmiszerláncok és stratégiai partnerek oldaláról, hogy hiába rendeltek fontos tanulmányokat a kormánynak kedves elemzőintézetektől, az egésznek semmi értelme nem volt. Most éppen arról gondolkodnak, hogyan tudják kivédeni a megsemmisítésükre irányuló támadásokat. Mindeközben Goodfriend ügyvivő úr jókat mosolyog azokon a híreken, hogy a decemberben érkező új amerikai nagykövettel egy időben ő távozik. Az amerikai kormány megerősítette, hogy az egyik legnagyobb becsben tartott diplomatájuk Budapesten marad, és tovább végzi a dolgát. Azt a feladatot, amit egyes ellenzéki erők éveken keresztül elfelejtettek elvégezni. Tehát ma is sok témát vehetünk napirendre, vendégeimmel, Havas Szófiával, Debreceni Józseffel és Vágó Gáborral. Azt javaslom, hogy kezdjük Újpesttel, és talán próbáljuk megtalálni az újpesti választásnak az üzenetét, hogy mi is annyi mindent hallottunk. Ugye a Fidesz oldaláról az, hogy semmi, az ellenzék oldaláról az, hogy valami, hogy ez számít, meg hogy közel kerültünk így még közelebb a kétharmad megszüntetéséhez. Az önök álláspontja melyikhez áll közelebb? Az, hogy tulajdonképpen folytatás, hiszen Kis Péter halála után az MSZP úgy folytatni hagyja egy egyéni körzettel ott, ahol egyébként amúgy is ott volt, vagy ennél sokkal többről van szó? Én nyilván a második verziónak vagyok a híve, sokkal-sokkal többről van szó. Ha csak a számokat nézzük, ugye Kis Péter eleve közel 5%-kal tudott nyerni, most 20%-ot vertünk a Fideszre. Hogy pingpong szakkifejezést használjak, ez a mulching kategóriája. 20%-kal nagyon-nagyon régen a boldog békeidőben tudott a Magyar Szocialista Párt nyerni. Rogán Antal nyilván a saját pártjának a véleményét mondja, amikor azt mondja, hogy igen, Újpestet megnyertük, a kétharmad meg náluk van. Ez igaz egyébként, de én remélem, hogy mindez csak február 22-ig igaz. Utána már nem lesz. Veszprémi időközi választás. Az, hogy 30% körül vettek részt, ez alacsony választási részvétel, mert hogy az országgyűlésihez képest még ez is alacsonynak tűnik, vagy az időközihez képest nem alacsony. Mond-e ez valamit, hiszen ugye azt tanultuk meg, hogy a Fidesznek mégiscsak ott van az úgynevezett Kubatov listája, tud mozgósítani, és mintha ebben a körzetben most ez nem működött volna jól. Az időközi választásokon nagyon alacsonyak szoktak lenni a részvételi arányok, azokhoz képest ez most magasnak számít. Én szerintem óriási változás történt az országban az önkormányzati választás óta is. Tehát a papírforma szerint miután három választást az adott választási rend szerint az adott mérhetetlen média és anyagi fölény, szervezeti fölény birtokában ugye tarolt a Fidesz megnyert, ilyenkor a győzteshez húzás az automatikusan érvényesülni szokott. Tehát a papírforma szerint
az következett volna, hogy Kis Péter után, hát én megengedem magamnak, hogy azt mondjam, hogy egy nálánál, hát jóval kevésbé ismert, gyengébb jelöltel, ez biztos vereségnek számított, és hát ehhez képest a számok azt mutatják, hogy rendkívüli mértékben meg tudta növelni a baloldal a győzelmét. De mint az MSZP sem bízott volna ebben, nem? Az óriási változás nem az MSZP-ben történt. Tehát azért meg kell látni azt, hogy valakit hoztak a munkásmozgalmi panteonból, egy idős nyugdíjas bácsit, akit mély tiszteletem a munkája iránt, de azért mégsem megújulásnak lehet a jelképe. Nem szabad abban nem az állomban... Nem, hanem hogy... Inkább a történetre, hogy határőr, a KGB-s képzés. Igen, tehát igazából ez az erős, az előző rendszerhez fűződő viszonya mutatja azt, hogy megújulásra képtelen MSZP most nem bízhatja el magát, hiszen nem a baloldal újult meg, hanem egyszerűen annyi történt, hogy a Fidesz nem tudta mozgósítani a szavazóit. A baloldal arányában kevesebb szavazót vesztett, mint a Fidesz. Annyi történt, hogy az embereket fölhívták Wintermantel Zsolt hangjával, telefonon, azt mondták, persze, elmegyünk, hát azt nem mentek el. És ez így országos... Ez sem teljesen igaz egyébként, visszatérve arra, amit Vágó mondott, azért szeretném jelezni, hogy indult a LMP is, és egyébként kevesebbet kapott, mint a tavaszi választásokon, és jóval kevesebbet, mint az önkormányzati választásokon. Meg lehetett volna mutatni, hogy itt vannak az újak, a frissek, ehhez képest nem sikerült. Már ugye a régi arcokról beszélünk, itt volt a friss fiatal LMP, azt nem sikerült, neki nagyon nem sikerült. Viszont a számok, bocsánat, csak befejezem, a számok mást is mutatnak, mégpedig azt is, hogy nem csak nem mentek el fideszesek, hanem tételesen átszavazás is történt. Tehát olyan szavazó, meg azért elemeztük természetesen mi is a saját győzelmünket, számszakilag és lakossággal lebontva, szavazókörökkel lebontva, és bizony kiderült, hogy kemény átszavazás is történt olyan szavazókörökben, amit korábban vitt simán a Fidesz, ott viszont ugyanúgy átszavazás történt, mert hát azért nyilván mi is tudtuk, hogy hányan szavaznak rá. Tehát annyi, hogy az időközi választásoknál nagyon fontos az, hogy a győzteshez, az erősebbhez húzás elve mindennél jobban érvényesül. Tehát, hogyha van egy olyan jelölt, legyen az Ózdon például a Jobbik jelöltje, aki azt tudja mutatni, hogy igen, én meg tudom verni a Fideszt, akkor minden szavazó hozzááramlik. Tehát itt nem azt kell nézni, hogy az időközi választás nem a kis pártoknak a helyzetéről ad jó képet, hanem a mindenkori kormányzó pártnak a támogatottságáról. Akkor lehet és ez éppen az aktuális ellenzéki erős jelölt, az nézzük meg februárra ezt, amit ön mondott. Hogyha ez a logika, akkor az MSZP simán gondolkodhat úgy, hogy neki senkivel nem kell megállapodnia, hiszen ő a legerősebb, és úgy is működik a győzteshez húzás, tehát majd Veszprémben is elindul, vagy egyedül, vagy aki akar csatlakozhat hozzá. Lehet ezt megint 4 évig, és ugyanott fogunk állni 2018-ban, hogy jaj, az összefogás, és utána padlóra. Na mondjuk ez egy kérdés, mert hogyha az MSZP számára ez most ad egy megerősítést, önbizalmat ad, ugye most azért önbizalommal teli MSZP-s politikusokat látunk, akkor ez a büszkeség tényleg elvezethet oda, ami egyébként az MSZP-nek most elég egyértelműen a stratégiája is, hogy van egyedül önmaga, nincsen most szükség semmiféle szövetségesdire, és akkor Veszprémben kialakulhat az a helyzet, hogy egy egyébként fideszes körzetben, mert ugye Újpest MSZP-s, egy egyébként eredendően fideszes körzetben, nem biztos, hogy meg lesz az ellenzéknek az összefogása. Én meg úgy gondolom, hogy van azért a mi pártunkban, inkluzíve ugye a régi arcokban, meg a régi koponyákban, annyi realitásérzék, gondolkodás, a helyzet felmérése, hogy végig fogja gondolni, hogy mi a legoptimálisabb megoldás. Egyedül, többekkel, támogatással. Én azt hiszem, hogy ez még arrébb van egy lépcsőfokkal. Az pedig, hogy kivel kell, vagy kivel nem kell, illetve milyen formában érdemes összeállni, hát azért előfordult most is az önkormányzati választásokon, sok mindenféle volt, amikor közösen indultunk, volt siker is benne, és volt, amikor például Angyalföldön kategorikusan egyedül indult a Magyar Szocialista Párt, és minden létező szavazókört, minden létező képviselőhelyet megnyert. Úgyhogy szembe indult vele a többi baloldali párt. De mi a helyzet most az ellenzéki oldalon? Gyurcsány Ferencnek az a gondolata, hogy 2016-ban előrehozott választás kell, ami elég nagy népszerűséget kapott, mármint, hogy mindenütt írtak róla. Annak volt egy másik gondolata is, mégpedig az, hogy azért, mert nincsen most felkészülve az ellenzék arra, hogy kormányozni tudjon.
Önök hogy látják? Tehát, hogy tényleg lehetséges az, hogy 4 év ellenzékiség után egy olyan helyzetben, amikor mondjuk az utca már elkezdené akarni a kormányváltást, az ellenzék nincsen felkészülve arra, hogy kormányozni tudjon. Lehetséges ez? Tehát, hogy ténylegesen, és lehet-e így kalkulálni? Tehát, amikor Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy 2016, akkor nem lassítja-e inkább ezek azokat, ami az utcán kezd kialakulni hangulat, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban változtatni kellene, ő inkább tolja vissza ezeket az igényeket, és azt mondja, a nyugalom, nyugalom, kell még idő. Az ellenzék arra is kész felkészül, hogy politizálni tudjon, nem az, hogy kormányozni tudjon. Tehát jelenleg ugyanabban a gondolati sémában vannak az ellenzéki pártok, mind baloldalon, mind szélső jobboldalon, mint ami az elmúlt 4 évet jellemezte. Csak hogy sajnos ősszel történt valami, és ezt a valamit nem értik meg az ellenzéki pártok sem, hogy nem pártokra van szükség, és nem arra a politizálásra, hogy visszajönnek a régi arcok és megmondják a tudit. Ez egy lehetséges definíció, hogy hirtelen a parlamentális rendszer, a képviseleti rendszert átlépve előáll egy olyan hangulat, hogy nincsen szükség pártokra? Tehát ez... Nem, ezekre a pártokra nincsen szükség. Hogy nincsen szükség ezekre a pártokra, új pártokra van szükség? Hát ezt nem lehet tudni, hogy a most szervezető alakulatokból lesz-e párt, vagy nem lesz-e párt. Az biztos, hogy pártnak minősül mindazon szervezet, aki választásokon jelölteket állít, és hát megfelelő beágyazottsággal, apparátussal rendelkezik, hogy kampányt tudjon lefolytatni. Fogalmunk sincs, hogy milyen viszonyok lesznek. Gyurcsány nem régen, ez előtt a kijelentés előtt azt is mondta, hogy az ellenzék nincs fölkészülve a kormányzásra, és hát én jó lelkiismerettel csak ugyanazt tudom mondani. Egyáltalán szerintem nem abban a helyzetben vagyunk már régóta, ahogyan azt megszokhattuk a rendszerváltozás óta eltelt kormányzati ciklusok során, hogy egy rossz kormányzás helyébe egy jó kormányzás ígérete tud lépni. Nem tudjuk valójában, hogy milyen gazdasági, milyen társadalmi változásokat hajtott már végre ez a 4 év Magyarországon. Nem tudjuk, hogy 2016-ban, 2018-ban, amikor majd választások lesznek, akkor egyáltalán működik-e meg az egészségügy, lesz elegendő orvos. De ebből mi következik? Tehát ebből az következik, hogy most inkább ne foglalkozzunk vele. Tehát amikor mondjuk az utca arról beszél, hogy tönkreteszik az oktatásunkat, a gyerekeinket, amikor az utca arról beszél, hogy elviszik a magányugdíj megtakarításokat, amikor az utca arról beszél, hogy korrupt az egész kormányzás, korruptak a körülötte lévők, akkor az ellenzéknek, az ellenzéki pártoknak, a megszokott ellenzéki pártoknak az lehet erre a válasz, hogy fogalmunk sincs, hogy mit csinált a kormány az elmúlt 4 évben, és annak milyen hatása volt. Hogy mit csinált a kormány, az nagy részt látható, az tudható, de hogy ennek a társadalmi hatásai, gazdasági hatásai milyenek lesznek. Nem tudjuk, hogy meddig tart még ez a kurzus. Tehát a Gyurcsánynak ez az előrehozott választásokra vonatkozó kijelentése, ez tulajdonképpen azt a helyzetet konstatálta, hogy valami megrepett. A Fidesz hatalmának a nimbusza olyan sérülés szenvedett, aminek nem látjuk még a következményeit. Én az ózdi választásra is hadd utaljak röviden, az még inkább mutatja, hogy valami óriási dolog történt. Ugye a önkormányzati választásokon... Az MSZP szavazók a Jobbikra szavaztak. Igen, egy az egy. De ennél sokkal több történt. 2500 körüli voksot kapott az MSZP és a DK közös jelöltje. Néhány százat tartott meg, tehát 2000 voksolóról valószínűleg feltételezhető, hogy átszavazott. De 4000 valahány szavazat helyett 10000 fölött kapott a megismételt választáson a Jobbikos jelölt. 4000 új szavazó keletkezett, 56,8%. Ilyenkor van valaki, aki kutatja ezt a problémát, mondjuk a pártok oldalán? Hogyne, nálunk például elég sokat foglalkoztak vele, hogy ugye 20%-ot kapott az MSZP október 12-én, a megismételt választásokon pedig 3-at. Matematika. 17% átszavazott a Jobbik jelöltjére, de én egy mondattal azért visszatérnék erre a Gyurcsány Váteszi véleményére a 16-os választásokról. Hát itt két lehetőség van, vagy tud valamit, amit mi nem tudunk. Mert ellenkező esetben 2018 ez előtt nem igaz. Ez úgy általában igaz szerintem, Gyurcsány Ferenc. Hát én nem tudom, ha csak ő nem indít el egy forradalmat, vagy megváltoztatja egy szemében a választási rendszert, akkor 18 előtt nem lesznek választások. Mondta, hogy semmiféle bocsánat. Akkor meg mitől lennének 16-ban választások? Elnézést, fejezzük be már az állandó matekozást, az állandó gyurcsányozást, az elmúlt 4 év nem pont erről szólt, hogy a baloldalon mindenki matekozott, meg mindenki gyurcsányozott, és a vége az lett, hogy ott volt az egész baloldal a
padlón. Ahelyett, hogy teljesen azokkal a problémákkal kéne foglalkozni, amiről Somogyi Gyűrű is beszélt, amiről az utcán beszélnek az emberek. Az tényleg abszurd, hogy az ellenzéki parlamenti pártok nem tudtak annyi kontrollt gyakorolni a kormányzaton, hogy legalább azzal tisztában legyenek, hogy merre mennek a folyamatok. Az emberek az utcán állampolgári kontrollt követelnek, hát mert nem bíznak a pártba. Önök ültek benne a parlamentben, mert mi már egy ideje nem ülünk benne. Tehát mert önöknek kellett volna kontrollt gyakorolni. Igen, én föltettem 800 kérdést, eléggé hát nyilvánosak akkor, voltak akkor a dolgok. És ineffektív volt ebből az a tanulság. Nekem vannak arról elképzelésem, hogy merre tartanak a folyamatok. Nagyon sajnálom, hogy az erre tartanak egyébként. Merre tartanak azok a folyamatok? A magyar társadalom ketté szakadt teljes mértékben, úgy tűnik. Ez anyagi szinten, tehát a mély szegénység is? Mind egzisztenciálisan, mind politikailag, mint pedig kicsit lelkileg is. Tehát ezt régóta tudjuk. És jó, nem most kezdődött. Igen, amikor önök kormányoztak, akkor kezdődött igazából ez az egész nem, folyamat. Nem, ez már jóval előtte elkezdődött, 1990-ben elkezdett szakadni. Pontosan. Tehát ez azért nem most kezdődött, és akkor nem mikor megy, bár... Önök most itt különböző politikai közösségekből ültek ide az asztalhoz. Ha annak érdekében, abban egyetértenek, hogy a Fidesz korrupt rendszere az, a Fidesznek a rendszere korrupt? És igen, 100%. Le kell cserélni? Igen. Meg tudnának ebben egyet. A... Én ezzel nem értek egyet. A korrupció az egészen más dolog. A korrupció az azt jelenti, hogy valamilyen hivatalnok, állami posztot betöltött személy a közérdek helyett valamely magánérdek javára dönt, és ezért anyagi juttatásba részesül. Tehát máshogy nevezni, súlyosabban. Állami szinten zajló szervezet, rablás. Akkor ezzel egyetértene, hogy... Ezen én még túl is mennék, tehát itt már nem a state capture-t fogalomnál járunk, nem az államot ejtették fogjul, hanem az egész országot, hiszen a legutóbbi piactisztító törvénykezésből az fakad, hogy most már kiskereskedelmi szektortól kezdve a patikákon át nagyon sok olyan szegmense van az üzleti életnek, amire a fideszes üzleti kör tette rá a kezét. Nem az állam egy-egy intézményét, hanem az ország. Hát itt államosított, én szerintem is a vezetőrágról beszélt, hogy intézményesített. Abban megállapodtunk itt, hogy, hogy önök mind leszeretnék cserélni az Orbán kormányt. Meg tudnak ennél az asztalnál valamiben állapodni a tekintetben, hogy ez adott esetben közös akarattal történhessen, mert hogy azt a nézők látják, hogy hogyan tudnak a múlton összevitatkozni, de lehet-e esetleg kialakítani egy olyan jövőképet, ami egy közös akaraton alapul, vagy ennek vannak akadályai? Hát vannak hitelességi akadályai, de úgy érzem nem azoknak a részéről, akik ott vannak most az utcán, és teljesen friss arccal követelnek teljesen új követeléseket, hanem azok részéről, akiknek szerves, tevőleges részük volt abban, hogy idáig fajuljanak. De az utca hol volt egy évvel ezelőtt? Így. Tehát az ő felelősségük most meg fel lehet-e vetni esetleg, hogy az túl nagyképű innen, az utca felelősségét, hogy hol volt az aktív polgár egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt. Most telt be a poár, jöttek az utolsó cseppek kőkeményen, mert bíztak a pártokban, elnézést, sok ember abban bízott, hogy majd megoldják helyettünk, majd az összefogás megoldja. Civil vagy LMP-s, vagy LMP-s civil, csókolom. Vagy civil LMP. Hát kiléptem. Akkor nézze, a magyar választási rendszer bármilyen szomorú, de olyan, hogy nem az utcáról választunk. Minden választásnál, akár 16, 18, 22, akárhánykor pártokat fognak választani az emberek. Volt, és ez nem az első alkalom, hogy kimentek a népek az utcára, csak emlékeztetném valamennyiünket a Milla sorsára, hatalmas tömegek, mi is ott voltunk ugyanúgy az utcán, 4 éven keresztül, ennek ellenére ugye ott volt eltűnt. Bajnai Gordon a színpadon azért ott eltűnt ez a később csoportosulás. Lehet, kicsit hamarabb szervezett. Tovább megyek. Az, hogy nem feltétlenül a civilek tudják megváltoztatni a dolgokat, szerencsére például Újpesten nem így gondolták, mert most akkor még mindig a Fidesz lenne, és fideszes képviselője lenne az újpestieknek, hanem azért a józanész is azt mondta, hogy olyan kell megválasztani, meg akkor se, hogyha mondjuk nem egy bódítóan ifjú arc, és nem egy friss harmatos kislány, akire azt mondják, hogy ez más lesz, mint a jelenlegi kormány, más, mint a jelenlegi képviselő. Tehát én azért nem fetisizálnám azt az erőt, mindenképpen kell, és nagyon jó, hogy van, de ha tetszik, ha sem, a választási rendszerünk olyan, hogy mindenképpen pártokkal kell majd szavazni. És én továbbra is úgy gondolom,
hogy ezeket az erőket be kell majd csatornázni, ha tetszik, ha sem. Én úgy gondolom, hogy ahhoz nem az MSZP alá. Feltettem, hogy... Mondj, hogy mi alá, azt beszéljük meg a reklám után, mert most jön egy ilyen technikai szünet, és pont innen fogjuk folytatni. Vágó Gábornak meg jut majd víz a második fél időre is. Nézzük meg akkor a figyelmét, várjuk a reklám után is. Köszönöm. Javaslom, hogy folytassuk a műsor második részét két idézettel, amiről elkezdhetünk akkor utána beszélni. Az egyik Orbán Viktor, aki a Handelsblattnak, német üzletlapnak azt nyilatkozta, hogy az utcáról, hogy ismerem ezt az érzelmi helyzetet. Amikor 1988-ban megalapítottuk a Fideszt, mi is el akartuk kergetni az egész kommunista rezsimet. Ha ez a mozgalom aztán a megfelelő hangfekvést is megtalálja, akkor beszélhetünk egymással. Ez önmagában egy nagyon érdekes idézet sok minden miatt. A másik, hogy Lánci András, a Századvég alapítvány elnöke, aki a Heti Válasznak azt nyilatkozta, hogy lehet korrupcióként értelmezni a trafikosztást, például, más nézőpontból viszont csendes forradalomként. Itt az jut eszembe egyrészt a Lánci idézettel kapcsolatban, hogy lehet, hogy tényleg annyira ketté szakadt az ország, hogy már a helyzeteket is teljesen máshogy értelmezzük. Tehát például egy trafikosztás... Tolmácsot kérek én is. Igen, hogy tolmács kell egymáshoz. Mert ugye Lánci azt mondja, hogy volt egy forradalom, már az a privatizáció volt a rendszerváltás környékén, most egy másik forradalom zajlik. Úgy gondolom, hogy ő azt fogalmazta meg, hogy új tulajdonos osztás, és a kormány kijelöli, kik az új tulajdonosok. Hogy az újra a gazdaság újraosztása. Mindeközben meg az Orbán Viktor idézett, hogyha ez tényleg így hangzott, akkor akár még megengedője abból a szempontból, hogy hasonlítható, Orbán Viktor maga hasonlítja azt a helyzetet, ami most van az országban, ahhoz a 88-as helyzethez, amikor a kommunistákkal szemben kiment a Fidesz, és azt mondja, hogy tulajdonképpen, hogyha megfelelő hang nem, akkor még beszélhetünk is egymással. Csak sajnos az a helyzet, hogy ő akkor ott a Nagy Imre újratemetésen eltemette a saját generációját is abba a koporsóba, az üres koporsóba. És most a tüntetéseken az elmúlt 25 év egészét akarják leváltani. Én személyesen csak az elmúlt 25 év politikai garnitúráját küldeném nyugdíjba, nem az egész. Mindenkit? Hát nagyjából igen. Ellenpéstül akár. Tehát, hogy itt nem... De ön is beletartozik. Hogyha én is benne vagyok a szórásban, benne. Hajrá! Ez a legkevesebb. Ezt az áldozatot meghozom. De Félix madárként megújulva ülik. Ez miért jó? Feltámadás. Ebben van egyfajta olyan kiszámíthatatlan radikalizmus ebben az elmúlt 25 év elküldésében, amiben nem tudjuk meghatározni, hogy akkor ha mindenkit elküldünk, helyettük ki lesz, és mi lesz, meg mi az irány? Na, itt most már azt tudjuk, valami hogy három mi, dolog, az irány. Igen. Sok minden. Valami sok három minden. Dolog került szóba, mondjuk kezdjük az Orbán idézettel. Ugye ő most itt a bölcs öreg hangján próbál megszólalni, nagyon figyelemre méltó dolgokat mond. Ugye az akkori fiatal demokraták valóban egy autokratikus berendezkedés ellen, egy állampárti, monopolisztikus hatalmi berendezkedés ellen léptek föl másokkal együtt. Most szintén egy autokratikus berendezkedéssel szemben lépnek fel a mostani fiatalok, de hát nem csak a fiatalok, hanem minden demokrata, bár ez vagyok hegemonisztikus, hiszen a hegemon párt mellett vannak még egyéb pártok is. Nem szabad elfelejteni, hogy ennek a beszélgetésnek, amire Orbán utal, ugye szervezett keretei voltak, az MSZMP és az ellenzéki kerekasztal leültek, és a demokratikus átmenetről megállapodtak. Mindenek előtt mondjuk egy demokratikus... Mondjuk senki által meg nem választott emberek. Mindenki lepocsiszták az egészet. Bocsánat, a mondatot hadd fejezem be. A demokratikus választójogról és az átmenetről megállapodtak, és aztán demokratikus választások történtek. Én úgy gondolom, hogy valóban nagyon hasonló helyzetben vagyunk, és én nagyon örülnék, hogyha ilyen kimenetele lenne ezeknek az dolgoknak, hogyha ettől a rezsimtől így szabadulhatnak. Igen, mert például ennek a választójognak a keretei között szerintem nem lenne célszerű, bár az újpesti, az ózdi példa is azt mutatja, hogy ha nagyon megváltozik a közhangulat, akkor ezek között is lehet győzni. És kikülnének oda, ahhoz az asztalhoz? Mindazok, akik az előző politikai tényezőnek számítanak. Most ugye más a helyzet, hiszen vannak demokratikus mandátummal rendelkező pártok, akiknek a hitelességét persze kétségbe lehet vonni, de hát azt a demokratikus szavazatot, amelyik nekik mandátumot adott, azt nem lehet kétségbe vonni. És én
Joguk van ülni a parlamentbe és legitimálni ne a parlamentarizmust. Gábor, ne 25 évezzünk. 20 éven keresztül egy többpárti parlamentáris demokrácia, jogállam működött, rosszul, pocsék módon nyilván ezeket hozzá lehet tenni. Jó, rosszul, de ilyen, a Kuce Gábor mondta itt nemrég az ATV-ben, hogy az a garnitúra 2010-ben megkapta a teljesítményére a választ, elküldték. Egy másik erőnek adtak kétharmados megbízatást. Az előző kormányzatok rossz teljesítményéből, demokratikus keretek között zajló rossz működéséből egyáltalán nem következik az, hogy ez bármi módon igazolná azt, hogy az utána következő az érdekes, amelyik jó kormányzásra kapott mandátumot, arra használta fel, hogy felszámolja. Csak egy mondatot mondjak, hogy, hogy azért az egy érdekes jelenség, és most ennél az asztalnál is ezt érzem, hogy a tüntető és elmenők és a tüntetés szónokai, azok nem pont ugyanazt gondolják és mondják. Tehát beszél fiatalokról, miközben a szónokok tényleg a fiatalok, a fiatalság, a fiatal generáció. A tüntetés elmenők nekem, ahogy látom, inkább a középosztály. A beszélünk arról, hogy a tüntetés szónokai mindenkit az elmúlt 25 évet mindenkit elküldenének. A tüntetésre kimenő tömeg pedig leginkább Fidesz és Orbán Viktor tanyázza, nincsen abban benne, hogy menjen mindenki el. A tüntetésnek résztvevők azok leginkább a Fideszt akarják elküldeni. Egyet, ne felejtsünk el, csak hogy kezdjük csak, amely van egy, de én meg szerintem meg ne az LMP jöjjön vissza, tehát ez így van. Tehát ezek egyet ne felejtsünk el, akár tetszik, akár nem. Ha nem így történik 25 évvel ezelőtt, akkor mondjuk lehetett volna egy sokkal véresebb és sokkal zehernyesebb váltás, lásd Románia például. Itt egy abszolút békés átmenet volt, és egyébként azok a fiatalok idézőjelbe kéretik, mert azóta már megöregedtek, ugye ez is benne volt, mint idézet, hogy az akkori fiatalok elég jelentősen megöregedtek, és már nagyon messze vannak, nagyon távol. És demokratából autokratából állt. De ez pozitív, hogy önmagában pozitív, hogy vértelen egy forradalom? Ez nem volt forradalom, tehát félre ne értsük egymást, és a terminus technikusokat is válogassuk meg, ez egy rendszerváltás volt. Bársonyos forradalomnak szokta a szakmai nyelv. Annak is lehet hívni. Gyakorlatilag, mondjuk ez azért még mindig kicsit másabb, mint a trafikok újraelasztása, mert ugye aki tanult politikai gazdaságtant, azt tudja, hogy ez az eredeti tőkefelhalmozás korszaka, amikor is ugye újraosztjuk a gazdasági javakat, lásd trafikok. De azt a piac végezte, bocsánat. Nem na most akkor az, ami 25 évet történt, és amiben a jelenlegi kormány számos tagja szintén részt vett, ugye az ominózus ellenzéki kerekasztánnál, azért ne felejtsük el, hogy az ő indítatásuk és helyzetük egészen más volt. Kövér László, mint a MSZNP oszlopos tagja, azok a fiatalok, akik a Bibó kollégiumban voltak, ugyanennek a rendszernek a kedvezményezettjei voltak. Lehetőségük nyílt arra, hogy akár külföldön tanuljanak, akár egyetemet végezzenek. Tehát egy egészen más kategória volt. De a saját tehetségükből jutottak oda, nem? Tehát a saját tehetségükből került ebbe a Bibó kollégiumban. Én elég sokat ismerek, aki azért, mert munkás paraszt származású volt, és azért volt egy ilyen nagyon komoly pozitív diszkrimináció is, el ne felejtsük akkoriban. Most ugye ugyanezek a fiatalok megöregedtek, konzervatívak lettek, mindent elfelejtettek. Ezt konzervatívnak nevezni? Szeretik a pénzt, az is egy konzervativizmus, egy bálfaja. Nem, azért az emberek szoktak változni, ezt orvosként mondom, bizony pszichésen is megváltoznak, ahogy múlik az idő, forradalmából nagyon sokan átlevelnek. De ők maguk forradalomról beszélnek, hát amikor Lánci... Igen, na most mondom, a trafik forradalom, ez még egy új terminus technikus, majd ezt is bevezetjük a közbeszédbe. Bocsánat, Lánci András. Hát ha van ellentéte a konzervativizmusnak, akkor az a radikális forradalom. De erről beszélnek. A trafik ügy, annak nagyon pontosan megtalálható a megfelelője a magyar történelemben a 20. században. A 30-as, 40-es években a zsidó törvények nyomán bizonyos üzleteket elvettek, és másoknak osztották föl. A Rákosi most nem azt mondja, hogy nem volt ez a népi urbánus vita, amiből utána fakadt ez a dolog. A hogy népi urbánus vitának a zsidó törvényeket nem volt. Na most azért tisztázzuk, tehát ugye értem a hasonlatot, de most nehogy lehet, mert úgy értsen, hogy most a zsidó emberek törvették vissza most a trafikot, tehát ezt tegyük tisztában. Nem volt ideológia, csak a lóvé, az számít nekik, csak a pénz számít. Bizonyos köröktől az állam
törvényhozás révén elvesz tulajdont, és másnak adja. Ez csak a bizonyos ideológia, az nem az, az ideológia az nem az, hogy, ők a magyarok, a haza nem lehet ellenzékben, csak kormányon. Ez is egy ideológia. De ez a máz, az egésznek a mozgatórugója a pénz. Csak hogy, bocsánat, itt volt egy vita, amiben nem tudtam kifejteni az álláspontomat, hogy miért gondolom én azt, hogy nincs szükség az elmúlt 25 év politikusai arcaira. Nagyon egyszerű oknál fogva, le kell váltani a Fidesz rendszert egyszer is mindenkorra. De a mindenkorán van itt a hangsúly. Nem szabad megengedni azt, mint ami Szlovákiában történt például, hogy egy színes szagos koalíció leváltja a Fico kormányt, és utána, mivel ez a koalíció nem tud működni, visszajön, és még újabb és újabb ciklusokat tud el. Mi az, hogy nem szabad megengedni? Kinek nem szabad megengedni? Igen. Magyar népnek nem szabad de megengedni. De ne felejtsen, hogy kétharmada van most is a Fidesznek. Tehát ne higgyük már azt. Ment egy a pillanatra, ne a palha, nyilván. Ne higgyük már azt, hogy a Fidesznek nincsenek hívei. Ne higgyük azt, hogy mi vagyunk egyedül, akik megmondjuk a túlítés. Jó, de hallgassuk meg ezt az álláspontot, mert nem tudta. Nem tudta azért teljesen kifejteni Vágó úr, hogy mit szeretne mondani. Valóban nem, köszönöm szépen. A lényege az, hogyha visszahozzuk ugyanazokat az arcokat, akikkel óhatatlanul összekötik 2010 előtti állapotot, akkor sokkal nagyobb támadási felületet adunk a Fidesznek, hogy egyszerűen csak ugyanazokat a plakátokat megint előveszik, mint ami a Bajnai Gyurcsány negatív kampánynál volt 2012-ben. Nem szabad megadni nekik ezt a lehetőséget, hogy ismét utána visszaorozzák azt a hatalmat, amit remélhetőleg minél hamarabb kiveszünk a kezükből. De ön látott a tüntetők között olyat sokat, akik nekik így ismeretség nélkül rábíznak, hogy akkor most csináljátok ti? Nem, azért van szükség arra, hogy a következő időszakban egy olyan civil kontrollt alakítsunk ki, egy olyan közösségi hálót alakítsunk ki, amely sajnos megszűnt az elmúlt 25 esztendőben, nincs meg az erős közösségi állampolgári kontroll, ami féken tudná tartani a mindenkori napot. De beszél, de a választókhoz, hogy ébb legyenek fel. Demokráciában és jogállamban tud működni a civil. De demokrácia nincsen demokraták nélkül. Ki kell nevelni egyszerűen a demokrátákat, ahhoz, hogy demokráciát. Nem volt, itt volt 25 évük elnézés, hogy demokratákat neveljenek az országban, és nem sikerül. Ki nem demokrata? Igen, hogy ennél az asztalnál hány demokrata ül? Négy. Nagyszerű. De mi nem vagyunk reprezentánsai. Nem vagyunk reprezentánsai a magyar társadalomnak, hát, sajnos. De hogyha, egy elit része vagyunk, be kell látni. Hogyha hatalom és demokratikus rendszer visszaváltozásról beszélünk, hát a civil kontroll ahhoz kevés. Tehát teljesen mondjuk, hogy pártnak nevezzük, vagy sem, de hát szervezeteket kell létrehozni, jelölteket kell állítani. Eltelt most már lassan az ötödik év, és hát nem, sajnos nem, a Milan nagyon ígéretes volt, én tényleg nagy reményeket fűztem hozzá, hát ez ideig ez nem sikerült. Rossz és hogyha úgy áll föl a színpadra mindig az új arc, hogy azt mondja, hogy mindenki aki korábban bármiféle szerepet vállalt, az tűnjön el. Tegnap úgy hallom az egyik szónok, miután látott a tömegben valaki ismerős politikust, nem volt hajlandó beszélni. Nem tudom, hogy demokrata vajon? Én ezt nem tartom egy demokratának a sajátjának. Szerintem nagyon fontos ez a nép, ez hülyén hangzik, de az a nevelési folyamat, az tudatos állampolgárra nevelési folyamat. Ki a nevelő? Egymást nevelik az emberek. Nem hogy fölülről mikor? Kell jönnie, közösségépítése alapján, amelyet sajnos az ellenzék elsporolt az elmúlt négy esztendőben. Nem véletlenül tudott a Fidesz mozgósítani, mert voltak közösségei. Egyedül az MSZP-nek van már csak vidéken hálózata, de az is eléggé meggyengült és gyér. És ezt egyszerűen... el kell felejteni, ezt a vidéki hálózatot? Nem, építeni kell, közösségeket kell építeni, csak nem, pártok nem tudnak közösséget építeni, mert a párt szitokszóvá vált. Ezért van arra szükség, hogy állampolgári közösségeket építsünk. Miért van, hogy a Fideszről elhisszük, hogy ők tudnak közösséget építeni, de úgy de általánosságban mondjuk ki, hogy pártok nem tudnak közösséget építeni. A Fidesz hatalmi hálózatot mondanék közösséget. Így van. Hogy épül fel? Hogy épül fel a Fidesz hatalmi hálózata?
Hát úgy, hogy az állami erővel megszerzett zsákmányból leosztanak, kialakulnak ezek a hálózatok, a csókosoknak szokták ezeket Trafik nevezni. A Tóth Avi Árpádnak volt egy nagyszerű cikke, amiben leírta a Fideszesnek a prototípusát, hogy olyan módon toborzódik ez a gárda, aki a Fideszben mondjuk újként megjelenik, hogy hát hogy mondjam, ebbe a rablás, leosztás, hűség, engedelmesség, ebbe a fajta. Én nem használom a maffia szót, mert azért az durvább dolog, de hát jól látható, hogy a Fidesz egy olyan képződmény, amelyik a hatalmi fölhalmozást és az anyagi fölhalmozást, közönséges szóval a labrást, azt hát nagyon és ez mire egymással szervez összefüggésben, üzemszerűen működik. Ez ön szerint hány szavazót ér el anyagi tekintetben pozitívan? Tehát elég-e arra, hogy a Fidesz fenntartsa a rendszerét? Sokszor adni annyi is elég, hogy a félelem él. Tehát, hogyha például vidéki kis településeken az önkormányzattal mindenki így úgy amúgy kapcsolatban van, ha más nem a sógornak a cége beszállít az önkormányzatnál az iskolába, a menzára, ezért hát nem mernek lépni. Mert hogy féltik azt a nagyon pici anyagi egzisztenciát, amit a hatalmi rendszertől kapnak. És mi a feloldás ennek a helyzetnek? A közösség. Mit kell csinálni? Bátorságot önteni minden az emberek. Minden kocsiba szállni mindenkinek és elmenni vidékre, elkezdeni beszélni az emberekhez, hogy mi a feladat? Hát egyébként valóban ez lenne a feladat, én azért nem látom ezt ilyen végtelenül egyszerűnek, mert azt azért szeretném elmondani minden hálózatépítéshez, minden közösségépítéshez, hát kell az a Monte Cuccoli féle hozzáadott érték, mert anélkül még a benzint se tudja beletölteni az autóba, az pedig, ha tetszik, ha sem bizony, egy olyan közösség tudja biztosítani, amit jelenleg például pártnak hívunk. Tehát, tessék végig gondolni, vegyük olybá, hogy mondjuk abból a pénzből, amit az állam a pártok működésére, például az LMP működésére is ad. De én inkább arra gondolok, hogy ahhoz, hogy elinduljunk közösségeket építeni, alsó hangon kell egy koherens gondolkodás, kell egy elképzelés, hogy mit szeretnék mondani az embereknek, hogy mivel fogom magamhoz csábítani. Az viszonylag kevés, hogy elmegyek és azt mondom, hogy Orbán takar, hogy ezzel én magam észre, ez egy nagyon jó szlogen az utcákon, de ezzel például kis településeken, vidéken, hát viszonylag keveset lehetne hozni a konyhára, tehát ennél egy kicsivel... Ebben biztos egyébként? Tehát nem változott meg annyira a közhangulat, hogy ma már ez nagyon sokat is ér? Én nem tudom, hogy mennyiben változott volna. Az október 12-e az az egyetlen autentikus, én ugyanis a elnézést kérek, közvéleménykutatóknak kevésbé szoktam hinni, én egyetlen autentikus közvéleménykutatást. Sokszor bejön, amit mondanak? Hát vagy sem, de egyetlen autentikus közvéleménykutatást ismerek, ez egy választás. Konkrétan október 12-én meg lehet nézni, hogy hogy alakultak például a kis településeken, nem menjünk messze, a kis településeken a választások. Nyilván másképp néz ki hagyományosan is mondjuk a nagyvárosok, vagy még mutatnak? Nagyobb városok, hogy ott torony magasan ugye a Fidesz vezet, kivéve észre. Nézzünk most akkor egy közepes méretű város, vagy kis közepes város, Veszprémet, ahol az... Megyeszékhely. Igen, megyeszékhely. Az egy szeretjük is, nagyon szép település. Nagyon szép település, és mostában minden nap azt lehet hallani, hogy na, ott megállítható a kétharmad. Kérdezem önöktől. Mindig a következő választás. Nem, most ugye tényleg lépdessünk a kétharmad megállítása felé, most egyetlen egy mandátumom múlik, de azt a kérdést felvetném itt, miközben érzem az erejét egy ilyen mondásnak csak önmagában, de hogyha elkezdjük boncolgatni, tényleg ennyire fontos és ennyire rendszerbomlasztó hatású lehet, ha megszűnik a kétharmad? Mit várunk akkor, hogyha tényleg megszűnik a kétharmad? Miben lesz az ország? Az arroganciájuk talán visszább megy. Nem hatalmi értelemben lett nagy jelentősége a veszprémi választásnak, hogy megszűnik vagy sem a kétharmad, hiszen hát tulajdonképpen megtalálják azokat a technikákat, amikkel a akaratokat továbbra is átviszik. Ha Veszprémben, amelyik ugye hagyományosan a Fidesz fellegvárának számított, Navracsics, mit tudom, hogy hanyadik választást nyerte ott, ha ott is veszít a Fidesz, az azt jelenti, hogy az Ózdi és az újpesti jelzés az teljesen egyértelmű. Tehát, hogy a hatalomnak az erodálódása, ami most láthatóan megindult,
az egy nagyon jelentős fokot ért el. Egész más lesz a közhangulat a világ Magyarországon. Mondok most valami nagyon meglepő hírt. Ugye délelőtti a felvétel, és este adják ezt a felvételt, a nézők így fogják látni, de most mondta a szerkesztő fülemre, hogy amit tudtunk, hogy ilyen érdekes személyiségek indulnak el, vagy például Török Gábor politikai jellemző mondta, hogy esetleg elindul, de most mondták a fülemre, és a tekintetükre vagyok kíváncsi, hogy Simicska Lajos is bejelentette, hogy gondolkozik azon, hogy elinduljon Veszprémben a szószegülési választásokon. Milyen színekben? Közgép színekben. Nincsen. Ugye, az az érdekes, hogy nem a Fidesz, hanem a közgép erősítette meg ezt a hírt, ami lehet, hogy összehető közgép színekben. Bocsánat, én csak azért kérdezem, mert ugye tegnap, vagy mikor írták meg, hogy kiindul Navracsics volt titkára, vagy kiindul Fidesz színekben. Nem, az még nem, az még bizonytalan volt, nem tudjuk, és nyilván estig sok minden olyan új információ lesz, amit most nem tudunk. Kérdezem, hogy meglepődtek-e? Én nem. Én abszolút mind a két személyen Simicskáról nem tudom elképzelni ezt a dolgot. A Török Gábornál meg csak arra vagyok a kíváncsi, hogy milyen pártszínekben jön. Semmi, azt mondta a bármelyik független. Ja, hát akkor az... Független. Miért akar Simicska Lajos elindulni? Nagyon egyszerűen erőt mutat. Erőt mutat, mert most nagyon sok helyen kiszorult, kiszorultak az emberei eléggé súlyos pozíciókból, a közbeszerzési döntőbizottság Goknak a vezetéséből, illetve a NAV-on belül is most, ami meccs folyik, az is a Simicska visszaszorulásával járhat majd eredetileg. Na jó, de én egy Veszprémi lakos lennék, most miért szavazok Simicska Lajos? Azért, mert Simicska Lajos csinálja a Veszprémi kézilabda klubot, ő a főszponzor, ő támogatja. Aha, tehát van egy helyi beágyazottság. Valamennyi. Jó, hát még MDF-es koromból emlékszem, hogy mi is elindítottuk Tornyi Barnabást annak idején, a Diósgyűr legendás edzőjét. Újpesten a Jobbik színeiben. Én ezt nem akarom elhinni, hát én Simicska Lajost okosabbnak gondolom annál sem, hogy a valóban nem fog számos elindulni, pozíció vesztés. Beleng, a már maga az indulás belengetése is erőt mutat. Meg az, hogy kijött a napra, azért emlékszünk itt az elmúlt hónapokban, annyi fénykép készült róla, ami korábban soha. Nagyon sok ember társaságában fényképeztette magát. De a negatív hír is hír, mert ugye vele kapcsolatban nagyon sok negatív hír volt, tehát hogy ő egy ismert híres ember, tehát van esélye, mert olyannyi negatív hír volt körülötte? Hát nézzük azért, hogyha összehasonlítjuk Simicska Lajos, mondjuk Mészáros Lőrinccel, azért mérföldekkel másabb stratégiai gondolkodással bír. Tehát, hogyha egy fideszes lennék, és hogy most az új oligarchákra, vagy a régiekre... Politikus már, tehát ő polgármester, ugye? Jó, de... Értem, de attól függetlenül olyan nagy vagyont halmozott föl állami közpénzekből, ami kicsit is megkérdőjelezhető szerintem. Tehát, hogyha egy fideszes szavazó lennék, és én csak életemet és véremet a Fidesznek, de választhatok, hogy a régi vagy az új oligarchákat kellene támogatnom, akkor vakarnám a fejemet rendesen. Ja, ilyenkor kellene az MSZP-nek Puk Lászlót indítani, ahogy csak egy rákérdezek egy kényelmetlenre? Hát ez egy felnőtt ivarjegett ember, tehát nyilván ő dönteni el. Egyébként Puk László indult Mohácson, már elnézést, tehát ha már itt tartunk, Puk László nagyon sokáig országgyűlési képviselő volt, sőt államtitkár is volt, Simicska pedig nem volt. A pénztárnokoknak kiárt a mandátum. A poént félretéve. Nem volt képviselő soha. A poént félretéve, hogy a 2,5 percünk van, hogy a Fidesz elindít mondjuk egy nagy ágyút, mondjuk Simicska Lajos, vagy éppen valaki más. Láttuk azt, hogy MSZP-LMP vonalon itt alakult ki egy olyan beszélgetés, hogy nem biztos, hogy lehetne együttműködni a két erőnek, nem azért, mert Vágó Gábor LMP-s, hanem azért, mert beszélgettünk az MSZP-ről és az LMP-ről. Kérdezem, hogy MSZP-DK vonalon lehet együttműködés, amikor a napok óta itt is egy komoly konfliktust látunk MSZP és DK között. DK azt mondta, hogy az MSZP-s oligarchákat is ki kell vizsgálni az ő ügyeiket. Az MSZP megközölte, hogy Gyurcsánytól eltérően ők helyes stratégiában rendelkeznek. Most nincsenek oligarchák. Ha nyilvánvalóan ez szerint a választás szerint bonyolódik le a veszprémi voksolás majd, és hát ahol van győzelmi esély, ott ez szerint a választás szerint együttműködésre vannak ítélve a pártok, és ilyen értelemben nagy jelentősége lesz Veszprémnek, hiszen tényleg matematikailag annak az elvesztése az a kétharmad elvesztését jelenteni, tehát én biztos vagyok benne. Lesz a DK-ban annyi elegancia? A DK-n abszolút nem múlik, hogy együttműködjön.
Hát ez attól függ persze, hogy ki lesz a jelölt, mert azért Újpesten is találtak megfejtést arra, hogy miért nem akarnak közösen indulni. Hát volt egy váratlan történet az illető múltjában. Amit egyébként nem tudtak bizonyítani, mert annyi minden volt, hogy az nem igaz. Tehát attól, hogy megírta róla valamelyik jobboldali sajtó orgánum, hogy ő KGB ügynök volt, amit ő cáfolt, gyorsan bejelentkezett a DK, hogy akkor ők nem támogatják, de én semmilyen módon nem mondanám azt, hogy igen vagy nem. Még van idő. Ki fog derülni? El fog dőlni, hogy ki a legjobb jelölt, ki az, akinek a egyetlen esélye van megverni Egyetlen esélye van, hogyha ez nem pártjelölt. Tehát egy független jelölt mögé kell beállni a pártoknak, ez az egyetlen egy lehetőség. Ahol összetálkozhatnak a civilek, a pártok. Mikor nyert utoljára független jelölt mandátumot? Ezt fogjuk megbeszélni. Ezt fogjuk megbeszélni a következő alkalommal. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ebbe a műsorba. Szép estét kívánok!